Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd a és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Mi az a hosszú kávé ezt még mondjátok már, már és sose tudtam. Az, amiben sok, sok a víz. Forró vizet öntesz hozzá, De? hogy so sokáig tartson. Én is azt hiszem. Na nyomjuk. <kül> Action. Szeretettel köszöntök mindenkit ebben a különleges interjú műsorban, itt a Paralaxis Univerzumban, a mikrofonnál a főszerkesztő helyettes gizurgergő. Ebben a podcastban a Paralaxis Podcast változatának 5 éves születésnapját, valamint a december 21-én megjelenő 100. epizódot ünnepeljük, és vendégeink társaságában idézzük fel a régmúltat. Sok szeretettel köszöntöm ebben a műsorban, ebben a különleges műsorban a Paralaxis Univerzumban. Na jó, ezt még egyszer elmondom, jó? Sok szeretettel köszöntöm, még egyszer elmondom. Bocsi? Ez majd mind benne marad. Alap. Lomb, alap. alap. Vigyá, 55 percben mégis ez benne ez valamivel ki kell tölteni. <laughs> szeretni, Sok szeretettel köszöntöm ját. ebben a különleges műsorban a Parallaxis Univerzum vezetőszerkesztőjét, Vince Miklóst. Szia, Miklós! Szia, Stok! És Horváth Ádám Tamás főszerkesztőt és kreatív producert. Szia, Ádám! Sziasztok! Adam, nagyon-nagyon kellemes a hangod, csak nem beteg Ugye, nagyon beteg, de, de, de úgy, úgy tűnik, hogy lebetegedtem, úgyhogy elnézést kérek a hallgatóktól, hogy ezt a ezt a orgánumot. Nem elég, hogy egyébként simán is nagyon orhangon beszélek szerintem, ahhoz képest most, most... két orhangon. Igen. De azt azért elárulom a hallgatóknak, hogy aki majd a december 4-én megjelenő podcast podcastet meghallgatja, az ilyen, mint amikor egy előzményfilm készül később, olyan lesz, <laughs> hogy ezt korábban vettük föl, és akkor még ennyire szerintem nem Meg lehet nézni, hogy mennyi gyógyultál. Igen. Vagy mennyit nem fogsz. Jó. Igen. Úgyhogy veled nem is akarunk beszélgetni ilyen rossz a hangod. Úgyhogy Miklós, talán nem túlzás kijelenteni, hogy zenész családból származol. Mit lehet tudni a gyökereidről? Hát én magam egy nagy gyökér vagyok amúgy, úgy, mondani. de igazából értem a kérdést. De hogy mondhat, nem, 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 hogy mondhat ilyet egy fizikus Miklós? Tehát te egy, egy tanárember, egy... egy ész vagy. Egy... bocsáss meg, most meg kell, hogy védjen, mert az önkritika nagyon fontos. Így van, így van. Szóval igen, hát most én csak azért, mert eszembe jutott például pont egy zenész poén jutott az eszembe, amikor az Ádám hang hangján élsz előttünk, hogy ilyen ez, ugye, zenészes körökben, amikor egy, dicsérsz egy mondjuk egy énekest, vagy egy énekesnőt, hogy nagyon erotikus hangod van, b a fülem, ugye? Igen. Ez a standard, ez... Vagy a bár hangod van kategóriában. Igen, igen. Na, szóval, szóval nem, hát való igaz egyébként viccet félretéve, az én gyökereim azok abszolút úgy vannak, hogy zenész család, bár van ebben egy érdekes aspektus, mert tény, hogy a szüleim zenészek, de például a nagy szüleim generációjában nem találunk zenészt, hanem annál inkább találunk ott reálosokat. Tehát például az egyik, egyik nagyapám az fizika tanár volt, a másik meg bányagépészmérnök. Most igazából nekem egyikük sem volt, kell sem volt számottevő kapcsolatom, mert az egyik az, az... De a génjeid 18 nyolcadát onnan. Na ez hozott, az így, így hát, van, hogy gének, igen, de például a bánya gépészmérnök nagy, nagyapámmal nem találkoztam, mert néhány hónappal azért meghalt, hogy én megszülettem, szóval csak az, az, az sejlik fel, hogy lehet, hogy itt az van, hogy a reálos meg a zenész generációk úgy egymást váltják, és most megnézem, hogy a kisfiam is nagyon szeret zongorázni, és sokkal jobban nyomja, mint én valaha. Ebből ugye végül is ez lehet, hogy ez tényleg van egy ilyen mintázat, szóval ez vicces. Ugye a Ruak nevű formációban is zenélsz, és felléptél többek között a Haza Havasi Szimfonik Arena koncerten is. Hogy kerültél oda? Tehát egy kicsit Ú, hára... Hát akkor te tényleg készültél. Jó, én próbáltam megúszni, hogy azért én is zenélgetek, igen. De, <laughs> nem, hát az nem, nem csak arról szól, hogy te <laughs> egy-két egy gitár <laughs> gitárt elpégetem, úgy átadtad a gyereknek a zongorát, azt nem, nem, hát az zongorát, nem, nem, igen, úgy van igen, az. szóval én ütőhangszeres, meg énekes vagyok. A, 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 a Ruach, amit emlegettél, az, egy, az egyébként egy volt fizikus, Évfolyam társammal alapítottunk zenekartot, zsidós gyökerű világzenét játszunk. És, és, hát eddig 2007 óta minden évben volt koncertünk, de ez egy nagyon pici, egy nagyon réteg, réteg dolog, bár azért zenéltünk nagy, tök sokszor zenéltünk például Ágoston Bélával együtt, akit talán a Zubojból ismerhetnek a hallgatók, vagy például zenéltünk együtt, mondjuk Frank Londonnal például, aki a, a Grammy-díjas Klezmatics együttesnek a trombitása, szóval abszolút így van, és egyébként ezzel párhuzamosan ilyen kísérleti jelleggel én más közel-keleti formációkban is zenélgettem, a, amik, most nem sorolom fölöket, ne untassuk a nézőket, de a lényeg, hogy arab és török klasszikus zenével is foglalkoztam, a zsidós vonallal párhuzamosan, és akkor valahogy ebből, így ezen az, ezen, ebből az irányból kerültem bele én a Havasi Szimfonikba, mert uh, írta a Balázs egy olyan számot, aminek az volt a címe, hogy The Chase, vagyis a hajsza, és az úgy képzelte, hogy valami ilyen közelkeleti éneklés kéne, valami olyasmi, mint a Sting, ezt mondta ő, hogy olyasmi kéne, mint a Stingnek a Desert Rose című számához az a kis beúszós arab izé, recitálás, és hogy valami olyat kéne produkálni, és hát máig nem tiszta, több elmélet van, sőt, több ember megesküszik, hogy ők ajánlottak engem a havasinak, de hát ezek a sztorik nem, vagy ellenmondanak egymásnak, vagy egyszerre igazak, na mindegy, szóval nem lehet tudni. Rég az, hogy egyszer fölhívott a csávó, és azt mondta, hogy szia, havasi balás vagyok, Életemben nem hallottam a nevét, de azért becsületemre legyen mondva, hogy akkor 2009 volt. És akkor, akkor volt az a projektje -ja neki, az a zeneakadémiás koncert, amikor kitalálta, hogy ő megdönti azt az amúgy addig nem létező Guinness rekordot, hogy a világ leggyorsabb zongoristája. Na most, ha meg akarsz dönteni egy Guinness rekordot, ami nem létezik, az úgy történik, hogy a Guinness nem a sör, hanem a rekord, a vizébizottság, az, az meg, meg össze, okos emberek összedugják a fejüket, és meghatároznak egy számértéket, hogy egy perc alatt hány leütésnek kell megtörténnie ahhoz. És akkor ezt persze vígan teljesítettek. Na volt az a koncert, videó, mozifilm is készült abban a koncertből, tök jó volt akkor ugye még nem lett arénát, tehát mentünk aztán később arénákat, megtöltötte ez, meg de a Carnegie hall voltunk, New Yorkban, meg minden, szóval azért voltak az itt dolgok, de hát ez még az eleje volt a sztorinak, 2009, és, és, és hát akkor fölhívott, hogy két, lenne egy ilyen arabos szem. Elmentem hozzá meg Pejcsik Péterhez, aki a, 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 a zenei fő szervező, meg hangszerelő, meg karmestere volt a produkciónak, mindez egyben. Szóval egy, 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 ő egy, ő egy zseniális fickó egyébként a Pejcsik. Fil, filmzene szerző is, minden. Aztán később a Borzsákhoz is írt zenét a Pejcsik, és abban a sorozathoz, és abban is benne van a hangom. Szóval <laughs> így végül aztán abba bekerültem. De hát én most már onnan azt hiszem kifáztam, mert hát a, ugye igazából nekem két számom volt a Havasival közösen, de azt nagyon sokáig műsorom volt, de hát azért cserélni kell a dolgokat, szóval már négy-öt éve azt hiszem, vagy nem. Annyi talán nincs, de már két-három éve már biztos, hogy nem, nem voltam arra felé. Úgyhogy... Azért, tehát, de azért minden, és azért mindenért azért nem tudom vállalni a felelősséget, de szerintem az a hajsza című szám az jó. The Chase. Angolul kielégítő választottam. Abszolút. Jó. Gyakorlatilag most teljesen félrevittél minket a hallgatókat, mindenkit, mert te most már ugye, ugye fizikus vagy, azt tudjuk, zenész az is, lehet, hogy bányagépet is tudsz kezelni, tehát itt olyan dolgok jönnek, hogy most már szerintem a hallgató, most amit a hallgat, most már nem tudja eldöntő, te ki vagy valójában, most, most akkor hova tegyünk téged? Ezek Ez egy után. nagyon jó kérdés. Tehát én azt mondtam, hogy a fizikusok között és a zenészek között is mindig egy kicsit ilyen kívülállónak éreztem magam. Ennek egy kicsit túl zenész vagyok, annak egy kicsit túl fizikus, de nekem pont. Ezt akik... Se nem eléggé fizikus, Igen. se nem eléggé zenész, de kicsit mindegy. Igen, amikor ott voltunk a Kárnegi Holban, akkor mondtam, hogy tök jó, mert oké, okay, nem vagyok se nem egy nagy zenész, se nem egy nagy fizikus, de lehet, hogy én vagyok az első fizikus, aki szóló, aki, aki szólózik a Kárnegi Holban, és akkor akkor tök jó, és akkor bementem utána az öltözőbe, és basszus, ott van egy kép a falon, hogy Albert Einstein hegedül a halkárnagi, hol van? Hát mondom, meg! Na... <laughs> Ennyi, meg, kell meg, meg, kész, megmagyaráztad. Nem. Szóval nem, ez szürreális dolog. Tehát nyilvánvalóan azóta úgy érzem, hogy nekem... De érdekes, hogy fizikus körökben és zenész körökben is tökre imposztornak érzem magam, emiatt mondják, hogy van ilyen egy imposztor szindróma, de nekem egyszerűen én, nem, 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 nincs itt szindróma. És mások is annak éreznek egyik, csak te érzed magad annak. Hát nem mondják, mert jó fejek, de nem tudom. Szóval én nem, én, én, de nem én... láttam még ilyen tekintetet, hogy amúgy ez miért van itt most. Hát nem, de nem vagyok egy nagyon érzékeny, tehát nekem vagy olyan túlélési stratégiám, hogy nem, én nagyon érzékeny vagyok, csak szintem egy csomószor nem veszem észre az apró jeleket. Tehát ilyen némi autisztikus Most vonás. Ne, nem veszed észre, most kellett volna érzékenynek. Igen. Nem, mert... Most például, hogy le kellett volna állnom, például, mert már sokat pofáztam. <laughs> hát, ha így gondolod, hát én így akkor az orhangú, orhangú barátunkhoz fordulunk egy kicsit, hogy kicsit ő is koptassa a hangszálat. Mert ugye Ádám egyebek mellett tudományos infotainment műsorokat is készítesz kreatív, kreatív producerként, miközben olyan munkák sorakoznak a szívidben, mint a Valóvilág Kommunikációs Koordinátora, vagy a éppen -Tomi féle botrányos minőségi Holnap történt című film Bulvár filmje. E, és gyakorlatilag nem is ez egy Bulvár film, gyakorlatilag a kategória volt, együtt láttuk ha emlékszel. Nem tartod ezt kisi ellenmondásosnak? Tehát, hogy kicsit tudományosak is vagyunk, meg, meg közben ilyen vonal is van? Én nem tartom ezt teljesen visszásnak, mert egyrészt a parallax az inkább hobbi, nyilván, mármint úgy az abszolút hobbi, mert hogy hát nem sok pénzt keresünk a parallaxissal, Sőt, hát kevéssé minden, de, de ha patronáltok minket, akkor azért az nekünk jobb. de szóval, Ha patronáltok de minket, megöl. akkor nem negatív pénzt fogunk keresni a parallaxisra. Fogalmazzuk meg, még csak negatív <suk> sikert tartom a Lesz, mint, mint, mint a <suk> Tehát, hogy akkor azt is fűz már föl, hogy, hogy ugye most elmondtam, hogy a holnap történt, és társadalmi, hogy akkor honnan van neked az érdeklődés a tudományos dolgok iránt, hogy a Miklósnál elég egyértelmű, hogy, hogy a hegedű miatt, de Nálad hogy? Hát nem tudom, most a, a, van -e ilyen adatlapunk itt a és univerzumban, és ott azt hiszem leírtam, hogy a legkorábbi ilyen tudományos emlékem az egyébként az, hogy így nagyapám a, a ilyen legókockákkal mutatja, vagy tanítja nekem a, a naprendszernek a bolygóit, ugye akkor még a Plutonval együtt, és akkor ez így azóta így megmaradt, de nem tudom, szeretem az ilyen doksi filmeket, szerintem a hallgatók amúgy nem gondolják, hogy nyilván nem vagyok olyan okos ebben a témában, mint mondjuk Miklós, vagy egy űrös filmmel kapcsolatban, vagy ilyenekkel kapcsolatban, valójában sem vagyok annyira okos, mint ő. De szerintem a hallgatók szerintem azt hihetik, hogy sokkal kevésbé vagyok képben, holott, amúgy ez azért nem igaz. Sokszor fel tudom szívni ezt a fajta tudást, amit mondjuk az így működik a világegyetem meg. Nyilván nem olyan mély tudás, mint amivel rendelkezik egy, egy szakember, de. Én ezt nem érzem, és visszatérve az ilyen tressebb tartalmakra, vagy hát mélytres tartalmakra, ezek izgalmas szakmai kihívások. Tehát amikor felhív az RTL Magyarország és azt mondja, hogy gyere, a, a, vagy mit szólnál, ha te lennél a valóvilág jubileumi széri szériájának a kommunikációs koordinátora, akkor az ember COVID, Covid idején az ember elgondolkodik, hogy, hogy milyen lehetőségei vannak. De egyébként nem COVID idején is szívesen vállaltam volna. Ez egy, ezek, ezek olyan munkák, mivel, mivel ebben a szakmában sokan dolgozunk csak projekt alapon. Én nem hiszem, hogy valaha még a valóvilág kommunikációs koordinátora leszek, Ú, így ez csak egy jó kis szakmai tapasztalat. Azt nem mondom, hogy jól mutat a CV-ben, de azt azért nem mondom, mert nem a valóvilág miatt, hanem mert valahogy úgy tűnik, hogy manapság, amikor ebbe a szakmában normális uh, újságírói vagy kommunikációs munkahelyekre uh, munkahely van, mondjuk nem tudom, 300 darab, most csak mondtam egy ilyen nagyon hasra, de nem hasonló hanem ilyen nagyon fiktív számot, de közben meg 5000 uh, szakma beli szakember várakozik rá, akik szerintem többségük jobbak, mint én, akkor ezzel, szóval ez csak nekem egy kaland, úgymond. Ez is egy, én régen is nagyon szerettem kipróbálni televíziós szakújságíróként uh, az ilyen különböző a tévéműsorokat, ugye már bezártak 24 órára a valóvilágba, kipróbáltam a konyhafőnököt, a bankot, a nem tudom, számtalan műsort, és én, ebben, ebben mindig az volt az izgalmas, hogy belülről nyilván nem ugyanaz, mint ha versenyzőként elmész oda, mert nyilván a való világban se volt a kamera a WC-ben, de ettől függetlenül, mármint amikor én ben voltam, de 24 órára, de ettől még ez egy izgalmas, izgalmas kaland volt. Szóval ez inkább móka, hát ki az, aki nem próbálná ki, és amúgy meg az a véleményem, hogy, hogy szakmailag lehet vitatni a műsorokat, de én például a való világban nem kreatív oldalon dolgoztam, kommunikáltam, amit elvártak tőlem egy alvállalkozóként. Ennyi. A parallax is emellett pedig egy, egy hobbi, amit mivel szakmabeli vagyok, úgy kezelek, hogy lehetőleg minél professzionálisabb tartalomszolgáltatást tudjunk a kedves hallgatóknak nyújtani, és, és remél, szeretném hinni, hogy, hogy a, egyrészt a hallgatók is úgy érzik, hogy, hogy, hogy megéri minket hallgatni, meg jó minket hallgatni, másrészt pedig hát most engem biztos nem jó hallgatni, de de de, de hogy ö, izgalmas ö, kikapcsolódást, vagy egy órákat nyújthatunk így akár a hétköznap, hétfegepi pihenés közben, vagy utazás közben a podcastjaink által. Tehát benne van a szórakoztató vonal ugyanúgy egy kicsit, de a tudomány is egy mix azért a, a paralaxis univerzum, tehát szeretem, meg szeretjük tudományos és fantasztikus univerzumként bemutatni, mert valójában az és a két legstabilabb és legfontosabb műsorunk, a szokolébresztő és a Parallaxis azért tudományos vonalon mozog, de azért az összes többi műsorunkban ezt, az, ezt a színvonalat, tudományos színvonalat nem tudjuk hozni, mert Miklós nincs benne. Tehát ha lenne, tudná tudnál klónozni Miklóst, akkor tök jó lenne, mert hmm. akkor a vágyszám is olyan lehetne, mint a parallax, és meg de akkor, miért akkor kéne sok -sok olyannak lenni? Is hát abban pont az a jó, hogy ez a portfóliónak egy olyan része, már bocs, hogy belepofázok abban, mi nem a szakterületem, de szerintem... Meg már az szar hallgatni, ahogy beszélek, tudom. Ja, hát egyrészt igen. <laughs> Minek? már mutogatott itt, hogy most már hallgattassuk el. De nem, nem, tényleg, hogy szerintem az tök jó, hogy van, van itt is mindenféle. Tehát, hogy én, én már nem is tudom követni lassan, hogy hány műsor van itt a portfólióban, vagyis a izé, az, az Miklós optimista, azért mondja ezt, meg ő mindig a pozitív oldalát képviseli. de hát nem most tényleg a... miért minden műsornak tudományosnak lenni? Jó, hát, hát a... szerintem a hallgatók az, az azok, 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 szeretnék, is hogy több. Később, töm... később egyébként. Jó. Úgyhogy most ö, kicsit menjünk vissza az időben, legyünk egy kicsit gyerekek. Mert a hallgatóim biztosan tudják, hogy ti általános iskolai osztálytársak voltatok a kőbányai bányasuliban. A, a bányászmérnök gélek. É, tényleg, most hát azért jártál azt a bányában. Hittem kötöd, ezt... Azt hittem így kötöd át majd. Á, biztos, nem a hallgatók biztosan de... tudják, így van, így van. Biztosan tudják, ez, ez ezer százalék, Viszont azt nem tudják, vagy nem tudom, hogy tudják de most már elmondjátok, maximum még egyszer megtudják, hogy milyen volt a viszonyotok akkoriban, észrevettétek egymást, barátkoztatok? Hogy volt ez a kis Ádám és a kis Miklós? Én kezdtem? Én kezdtem? Jó, hát kell. Hát az, Ád az Ádám már akkor is médiacézár volt, mert mi voltunk az a két gyerek egyébként, <coughs> akiknek volt saját újságuk. Az Ádám, Ádám volt papír, pap írólapra készített, összetűzött újság, ami, aminek az volt a címe, hogy Ádám Times. De. Magam, pedig, ma magam pedig a D-zeit magyar nyelvű és budapesti kiadását szerkesztettem, ugyanígy papírra készítettük, és szóval már akkor érdekes volna, ez megnyilvánult. Továbbá abból is látszik a média cézárság, hogy, mond, szóba került az Apollo 13, de hát, hogy, hogy például az, az, is például nekem az Ádámtól volt meg. Ugye a hallgatók már ezt is hallhatták, hogy 1995-ben nekem tőle lett meg videókazettán a kedvenc filmem, ugye. Én e továbbá mind a kettőnknek ugyanolyan plüs delfinje volt, amit az... A... A, na, ez egy, ez, itt, ezt hiszem, hogy most, tehát Ingen. ez a fontos. Na, ez egy nagyon fontos dolog, mert egyébként valamiért, valamiért egyébként ötödikben, amikor már felsősök voltunk, talán, de lehet, hogy már negyedikben, de valahogy lehet, hogy már negyedik, vagy harmadik, de valahogy kialakult az a, az a dolog, hogy, hogy, mindenki behozta a plusz Ez nem tudom, ez most manasabb, ez már hál' Istennek nincs, de valahogy az volt, hogy minden padon oltak plusz Mindenki behozta a kedvenc alvósát, vagy nyúnyókáját, vagy csak akkor még nem tudtuk a civil nénétől, hogy hogy hívják ezeket. De, de is nem óvodában, még egyszer mondom, általános iskolában, hogy azok majd segítenek a dolgozatírásban, vagy mit tudom én, tehát ilyen masszív bárványi és akkor nekem volt egy, 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 ilyen, egy ilyen karcárnyú delfinem, és, és, hát az Ádámnak is volt egy ugyanolyan, és egyébként akkoriban ment a Delfin Öböl című filmsorozat, amiben ugyan nem karcárnyú, hanem palackóró delfinek voltak, de, de azokat úgy hívták a két főszereplő delfint, hogy Delbert és Slim. Ennek megfelelően az Ádámmal is valahogy el, elkereszteltük a két kis delfinünket, mert Delbertnek és Slimnek, ez tök jó volt. Na, na, nagyon szerették őket a gyerekek, tehát úgymond a korabeli viszonyok között ilyen uh, alsótagozatos szinten, meg még, hát gyakorlatilag még csajozni is lehetett velük, mert például volt olyan, hogy a... Hát a delfinnel azért ott megjelenti azért... Hát az, az igen, tehát volt a olyan, szimboluló. hogy a hát lány, aki nekem tetszett, az például hazavitte a delfint és, és ugye, hát azért ebben van valami, Na, mert hogy nálunk, és, én, és igen, akkor azért. így ment egy az állat, hogy jaj, a Delbert, meg minden, és akkor persze, bár én alhatnék ott, minden. Szóval... Azt mondom, ez volt az előszoba, hogy majd te is. Ja, ja, lehet, hogy már abban a feromonjaink ott voltak. Be. Nem minden. Fontos kérdés egyikét, meg megvannak még ezek a Delfinek? Hát a Delbert az megvan, és Jön. jelen pillanatban játszik vele Jön. a kisfiam. Akkor mindeket, ez csodálatos. Száz százalék raj. Okay. Hibát. Csinálunk egy csoportfotózást, és lehet, hogy az Ádámmal már holnap csinálunk csoportfotózást a Delfinekkel, mert éppen lesz. Hibátlan. Egy osztályt de azt nálunk úgy kell elképzelni, nem az egész osztály találkozik, hanem négy csávó, amit úgy hívunk, a hogy kemény maga. Mag. Ah, igen, pontosan. De ezt tudod, hogy így hívják, vagy most csak bemondtad? Igen. Én tudom, tudom. hát azért ismerem Ádámot én is egy pár perce már. hogy kemény mag. Igen. A kemény mag, igen. Ja. De egyébként amúgy is adja magát. Hát despekt, ez az, hogy amúgy is, is nem magát, ezért kérdeztem, hogy lehet, hogy ennyire nah, beérezted. Hát is, de nem, itt nem kell. Szerintem kielégítő választ adtam arra, hogy valóban ismertük egymást, de hát aztán én, 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 én ugye, amit az Ádám azóta nem tudott megbocsátani nekem, meg a kemény mag többi tagjának, ugye, hogy hatodikba leléptünk, vagyis mert hogy hatodik után elmentünk hatosztály és gimibe, ők meg ott maradtak a Jó Öreg Bánya utcába, és akkor utána kb. Itt alsó hangon ilyen évtizedek teltek el, vagy valami, hogy bármi komoly kapcsolatunk lehet. Valami, hogy messziről tudtunk egymásról, mert volt IVV meg Facebook, hogy mi a jó Isten, de ez így kb. ennyi, és akkor egyszer felvetette az Ádám ezt a dolgot ezek szerint öt éve, hogy hát egy izé, Parallax podcast, és, vagy valahogy így. Egyrészt ez fantasztikus memóriád van, tehát elképesztő memóriád van, másrészt Mondjuk amúgy... Téged amúgy se viszont szar, mert... A, igen. Igazad van a parallaxissal kapcsolatban, hogy ezt hát öt éve, illetve most már több mint öt éve vetettük föl neked, viszont tudod-e, hogy hol, hol jött szóba ez, és hol... Jöttem rá, hogy egyébként így téged be lehet vonni ilyen dolgokba. Hát nem tudom, azt tudom, hogy amikor éppen pénzt akartunk tarhálni a Ruach zenekarral, az új harmonikánkra, mert szétesett a Péter harmonikája, az később, később. Volt, de akkor is az Ádámot, akinek voltak mindenféle média kapcsolatai, hogy szeretnénk nyomulni a médiában, és így is történt. De de ugye nem erre gondolsz ezek szerint, úgyhogy mondjad. Nem, nem. Volt egy találkozók, és nem ilyen kemény magos, igen, hanem igen. normális, ahol ilyen Star Trek valami rendezvényt akartam szervezni, és ott kitaláltam, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy előadás egy fizikus által a térhajtóműről. Ah. És akkor, mivel a Miklós is ott volt ezen a. a osztálytalálkozón, ezért megkérdeztem, hogy egyébként úgy, mennyi, egyrészt mennyit tud a Star Trekről, meg úgy hajlandó lenne ilyenben részt mert Miután kiderült, És hogy, mondtunk, hogy semmi nem tudok a Star Trekről, ezek után mégsem mondtatok le rólam, hát ez tök jó. Igen, viszont a rendezvényt nem tartottuk ja. meg, de nem Miklós miatt, hanem az a rendezvény elmaradt, viszont amikor kiötöltük azt, hogy csinálunk egy ilyen jellegű műsort, és folytatjuk a parallaxist, akkor evidens volt, hogy Miklós lesz az első vendég, és akkor ezről a témáról beszélgetünk, és azt az adást több mint tízezren kattintották, szóval ebből a leghallgatottabb parallaxis adásunk szerintem a egész nem tudom hány évtizedes történetében is a műsornak. Őrület. Kaptok egy-egy fél pontot, tehát Miklós kap egy Plusz pontot, mert aranyat ér az ilyen uh, riportalany, hogy kapás megválasztott egy kérdést, amit még fel se tettem, mert a Star akartam kérdezni. Viszont nem jár nektek piros pont azért, mert nem sokat meséltetek. Tehát, hogy Miklós anyukája például tanított titeket. Hát, hogy a vérben -e? Igen, ez annyira triviális, hogy eszünkbe se jut, hogy ezt el kell mondani. Hát nem tessék eszetek bejutni. Hát a gyerekkorról beszélgetünk most. Itt nem csak a delfinekkel kell, kell flexelni. Hello Jane. Mindig így kellett Tényleg. köszönni neki, amikor bejött az osztályterembe, hogy Hello Jane, és ez annyira megmaradt, hogy már egy felnőtt koromban is mindig úgy köszönjük. angol tanító Hello Jane. Hajol. Angol tanított ha, meg, meg én de hát tanárgyereknek lenni az izé volt, hogy mindig, amikor mondta, hogy valaki rosszul, amikor rosszul viselkedtünk, mondjuk pofáztunk, akkor az volt, hogy Mr. Stankovics, vagy Mr. Koleszár, vagy és leggyakrabban Mr. Vince. És akkor Mr. Vince rosszalkodott, ami azért az angol órán elég gyakran előfordult, akkor mindig az volt a bünti, hogy átlettem küldve a másik angol csoportba. Amit, és olyankor, de csak arra az órára, és akkor izé. És Mr. Horváth volt? É, biztos. Természetesen. biztos. Én rossz gyerek voltam, nagyon rossz de De amúgy voltam. nem is igaz, hát most miért lettél volna rossz gyerek? Amúgy én Na, mindig, most mindig mondom, az... hogy ilyen, amúgy nincs ilyen, hogy rossz gyerek. Legfeljebb olyan gyerek, aki éppen rosszul viselkedik. Tehát, hogy, hogy ezt... ja, hát nem, nem elromlott effekt. Igen, igen, de ez fontos, ez fontos tudatosítani. Mert azért ennek van. Ennek, ezeknek a szavaknak súlya van. Tehát ez most gyakorló szülőként is mondom. Ezt hogy... akartam mondani, hogy ez most azért benne nem Persze, abszolút, abszolút. Történet. Mert most a kisfiam a, is. A ki... És, és, megkapja néha. Nem ő, nem ő, mert ő nagyon, ő nagyon egy úgymond jó gyerek, ami ugyan a hülyeség ilyet van ő mindig jól viselkedő. Mindig egy jól viselkedő gyerek szokott venni de hogy mondja, hogy mondják, hogy megint, hogy a rossz gyerekek nem mennek le a Károlyi kertbe, meg ilyenek, és akkor, és akkor mondom neki, hogy de, de, de ugye tudod, hogy ezek amúgy nem rosszak, ezek működnek, teljesen jól működnek, csak hogy éppen nem úgy viselkednek, hogy éppen el van tőlük várva. Muszáj vagyok ezt a, ezt a megfuttatást egy kicsit így derékbe törni, és egy picit visszautalni, mert, mert Miklossal kapcsolatban akarok én is válaszolni a feltett kérdésedre, hogy, hogy mi, milyen volt a viszonyunk, vagy hát igazából azt a Miklós tök jól elmondta, hogy én inkább arról beszélnék egy pár szóban, hogy én így, mit, mire emlékszem Miklósból, vagy hogy mondjam, hogy mi az, ami, ami Szóval Miklós, ugye, mivel tanár gyerekként egyébként a Miklós olyan értelemben szerintem szerencsés helyzetben volt, hogy voltak tanár gyerekek, sőt, igazgató gyerek is a ami osztályunkban. Nem csak van, te voltál hát, ilyen Nem, és, Aha. de viszont messze ő volt a legjobban irigyelt. Hm. Na. Szóval, hogy azért szóval, hogy imádtuk jane tehát teljesen oda voltunk érte. Amúgy is nagyon jó osztályközösség, és nagyon jó igazából nagyon jó iskola közösség is volt a miénk, szóval, hogy így, így jól működött ez, és népszerű tanár volt az iskolában, és nyilván ki tudtuk akasztani, emlékszem nagy kiakadásokra, de, de azért... De korán sem melem, annyira, mint másokat. Igen, szóval, hogy, hogy volt olyan például, hogy nem, a helyettesítő tanár nem tudott bejönni, ha amúgy nem tanított minket, csak az igazgató, mert, a, mert amúgy meg nagyon rosszak voltunk, kikészítettük. Nagyon rosszul csoport, B csoport. Köszönöm, köszönöm. Igen, szóval, hogy ilyen csoportbontásban tanultunk mindent, és például abban a csoportban, amiben én voltam, és például a Miklós nem, mert ő okosabb, mint én, ezért oh, jaj, mi azért előszeretettel készítettük ki a, a szegény helyettesítő tanárokat. Tehát csak azok tudtak hozzá bejönni, akik egyébként is tanítottak, mert azok viszonylag azért legalább úgy, ahogy tudtak minket kezelni, de azért alapvetően mi azért jó osztály voltunk. Talán az utolsó igazi jó bányás osztály. Szeretném elmondani, hogy mennyire elítélem azt, hogy itt nyilvánosan, hogy a, az iskolát így időre bezárták, sátrakták a, Kápolna téri iskolába, és most Janikovszki van néven fut, és nem a névadással van problémám, mert nyilván nem lehet a Kápolnában. Persze a mi időnkben a... még konkrétan, bár a rendszerváltás után voltunk, de még egy Rózsa, Rózsa Ferenc. Ferenc, nevű kommunistáról volt elnevezve a suli. Csak Akkoriban ezt... még ez belefért. Igen, igen, igen. igen, de hogy nem erről persze, van persze. szó, hanem ez egy iskolának épült Így van. épület. Szerintem teljesen jól funkcionált annak, aminek. Ez egy ilyen álmokfutással a tizedik kerületben. Szavér is oda járt. ez a, meg ugye... Róla éjjel, kezdtük el a homokozót, Varmus Xavier emlék homokozónak. <laughs> Ennyire rosszul viselkedő gyerekek voltunk. Hát, ez így most azért igen, de hát... De szivattak is minket a tesi tanárok, például, izéval, mi az, iskolakörökkel, meg lépcsőzéssel, szóval... Jó, Igen. hát ez ott, az ott, ott is meg egyébként, hogy hány plusz De egyébként tök jó volt, mert volt egy, tesítanárunk, tesi tanárunk, akinek DJJ 402 volt a piros kodájának a rendszáma, úgy hívták, hogy német József, aki mindig abból az irányból ment be a suliba, Budapest belvárosából köbányába, ahol mi is laktunk, és egy csomószor az volt, hogy mi vártuk anyukámmal reggel a buszt, és akkor ott jött a Jóska bácsi, és látott minket, és fölvett, és beszálltunk, és az őskodájával mentünk be és ez szenzációs csávó volt, ugye folyamatosan cigi, cigi füsta, és folyamatosan blues-t hallgatott. Az volt a legjobb, blues szólt a rádiójában. Igen, de ugyanaz az ember, aki persze össze is minket, és, 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 azóta is valószínűleg én tartom a kislabdadobás negatív rekordját, mert én hátrafelé dobtam el a kislabdát úgy, hogy átrepült a szomszédos uh, ilyen üres területre, ami ott van a sörgyár mellett, ilyen dzsindzsás, és, és, onnan kellett kiszedni mínusz 20 méter, vagy valami esmény szóval, nem akkor az, ég... lehet, rekordt, az lehet, hogy rekord. Az lehet, hogy Guinness, csak ugye én a havasival ellentétben nem tudtam, hogy ilyenkor egy bizonyos bizottsággal... Nem készült igen, 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 hogy föl kell állítani hát, egy ilyen. A tehetség nem mindig tudatos még akkor, <laughs> hogy, 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 hitelesítessem a rekordot. Igen. Szeredi kirándulások. Pont egy, ez jutott egyébként eszembe, hogy most, hogy Jane-ről beszélgettünk, mert az is tök sokat nyomott a hogy tökre sokat élekeltünk, magyarul is, angolul is, gitározott, mentünk Ceredre, Hát minek mondják ezt? a erdei iskolának. De nem is csere iskola, csere, csere iskola, ez így. volt ce A Cered egyébként egy kis falu a szlovák határ mellett, de még a magyar oldalon Salgó van talán vala közel leginkább. És igen. Egy, és... Ideig, egy ideig a volt számtektanárunk volt a polgármester. Mert nem tudom, most hát is igen, amely. hát régebben volt polgármester, és aztán, igen, tehát a volt számtektanárunk volt a polgármester, és sokkal régebben volt a számtektanárunk mint polgármester. Igen. És lehet, hogy még most is az, amit simán lehet, nem tudom, meg kell nézni. De akkor ott is rosszul viselkedő, amúgy jó gyerekek voltatok? Nőt mm -mm. nagyon jól viselkedtünk. Mi mindenhol jól viselkedtünk igazából. Mi, mindenhol. Mi, mi, definiáltuk a jó, jól viselkedés fogalmát. Akkor farsangoknak, farsangnál például angyaloknak költöztetek? milyen jó átkötés. Ufoknak, békáknak. Bu bocsigáknak, tehát az úgy volt. Tehát emlékszem, hogy első... első... Delfinnek vagy... nem, delfinnek nem. Nem, az nem. Tehát volt olyan, az első közös képünk, ami egy videó bejátszás az Ádámmal, az az, amikor én egy ilyen, én a szabadságszobornak szabadság szobor költöztem, vagy. az én a meg második osztatt, és szuperben. Zorro szerelem gyerekének. De az, de az, a másodikos farsangunk volt, és az első évben te, te azt tudom, hogy... Egy gyufás katujában volt, a tűzmanó. De a tűzmanó volt, csak hát mindenki azt mondta, hogy a gyufa. Igen. de csinált, csinált körém anyukám egy bazinagy gyufás dobozt, ami tök jó volt. Exe Senki úgy... nem akart meggyújtani? Nem, de elég égő volt abban a szempontból, hogy volt egy ilyen <laughs> <laughs> feladat, hogy ott körbe-körbe kellett mászkálni a jelmezekben, de ebben a kartondobozban szóval nem lehetett akkorát lépni, ezek a szupermenek, meg Batman, ízeik, meg mi az Isten. És robotos voltam a Igen, és akkor megpróbáltam próbáltam itt utánuk szaladni, de egyszerűen, mivel hogy, hogy ez a gyufás doboz ez a haladásom irányába olyan kis kiterjedésű volt, hogy nem tudtam elég nagyot lépni. Na ja, igen, szóval. Csodálatos, de azért jobbak voltak azok a farságok, amikor már ilyen osztálytáncokat adtunk elő Persze. Például mazsorettek voltak a csajok, mi meg tengerészek. Vagy volt, a, amikor a Happy Nation volt, amikor meg boszorkányok voltak. Az Ace of Base, a bázis ásza című, feledhetetlen 90-es évekbeli trash zenekar. Ne viccelt, hát a svéd zenekar nem stressz, azt hát az kiváló. Na jó, volt. hát attól még lehet, jó, hát kiváló. Persze. Igen, igen, jó. Nem azért, nem azért, mert nem azért nem stressz, mert svéd, csak. Tudom, hogy... tudom, persze. Például volt az a szám, amin csak azóta, iskolás korom óta is csak úgy tudom a másik számuk szövegét, hogy ó, meg se baksz. De bizonyára nem úgy van. Egyébként csak. Tehát ugye a Biki Csunájnak is nagy mesterei voltunk természetesen, hát ez világos. Az. Aztán... Na, sok sikert kívánok a vágónak. Júlia néni a fizika tanár. És matek. És matek, és ófő. És ófő, legfontosabb, a felső szokták. De a fizikát miatt de kicsit ki kellett. Jó, el, oké, oké. De valójában, ugye, én hetedikben már máshol tanultam, és csak hatodikban volt fizika, Igen. mert azelőtt nem volt, de az, nagyon, az tényleg tök jó volt, és a Julianéni néni marha jól tanította a fizikát, tovább megyek, még olyat is csinált, hogy, hogy elhívta a volt tanítmányványát, hogy tartson egy előadást, aki egy süni becenévre hallgató utasszállító repülőgép pilóta volt, egy malév pilóta, és ő tartotta a repülésről előadást, hogy hogy repül a repülő, meg minden és hát az nekem tök nagy élmény volt hatodikban, aki már, aki én akkor már most, vastagon érdeklődtem az űrkutatás, meg, meg, a repülő dolgok iránt úgy általában, szóval, ez szóval tök jó volt. De Julia és szervezés csak ráerősítette Igen, és Júlia néni fantasztikus volt, és még ennél is fantasztikusabb volt, hogy, hogy ilyen mozizós péntek estéket szerveztünk, ahol már hatodikus korunkban olyan filmeket láthattunk, de úgy, hogy felügyelettel, tehát meg tudtuk beszélni, de én ott láttam először a Forrest Gumpot, a Schindler listáját, például ez azóta is a kedvenc filmjeim között vannak, és hát ilyen alapvető hatást gyakoroltak a lelki fejlődésemre, és hát ugye ez mind, mind neki köszönhető. És tényleg tök jó volt. Imádtam, ahogy ő osztályfőnökösködött. És hát nélküle nyilván nem vettek volna fel a hatosztályos gimnáziumba se. Tehát nagyon jó, nagyon jó. Kemény, kemény matek tanár volt, mármint, hogy sok leckét adott, vagy minden, de marha jó. És szerintem ezzel szerintem Ádám is egyetért. Akik... Bólogat, hallom, hogy bólogat. Én is úgy hallom. Ugye? Ja. Valami nye nyek nyekeregnek úgy. ott a, Viszont izé ha a titánium hát, csavarok. Nem, ha már filmekről beszéltél most itt az előbb, ugye, több adásban is elmondtad, hogy mekkora hatás gyakorolt rád a Jurassic Park. Ezt nekem Ádám is alá támasztotta, hogy akkori dinomániád volt, meg ugye most beszéltél az Apollo 13-ról, hogy ami akkor nagyon kihatott a mai Miklósra. Ma esetleg azóta milyen filmek vagy sorozatok azok még, amik hatással vannak rád? Hát olyan hatással, mint akkor, azok már, az már nincs. Olyan, olyan, nem képzelhető el. De akkor egyébként... mondjuk hasonló. Jó, hát hogy mik a jó sorozatok, amik nagy hatással vannak rám, hát mondjuk teljesen... Ami az érdeklődési körödnek mondjuk megfelel. Jó, hát az érdeklődési, érdeklődési körödnek nyilván azt felel meg, amit most várom, hogy végre jöjjön ki az új évad, a For All mankind, amit dicsértünk már a parallaxisban is, meg a szokolébresztőben is, ami egy alternatív történelem sorozatot. De hát ez is űrös, tehát űrös téma de persze egyébként rengeteg sorozat. A Seinfeldtől kezdve a, 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 mit tudom én, a, a How I Met Your mother át egészen a, mit tudom én, a Faudáig, tehát a legkülönbözőbb jellegű sorozatokat tudom elmondani, amik fontosak és jók, de, de inkább átpasszolom Ádámnak, mert ő, 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 én igazából eléggé média analfabéta vagyok. Egy kő alatt élek, ahogy meg szoktuk fogalmazni. Azt tudom, hogy a science fiction őrületem az úgy indult, hogy anyu azt ígérte nekem, mikor gyerek voltam, és maromira nem akartam elolvasni egy oldalt valami könyvből, hogyha elolvasom, akkor utána mutat nekem egy tök jó és ez volt a Power Kapitány és a Jövő Katonái, a Huga videó filmje. Ezt mindig így kell elmondani. És megérte elolvasni akkor azt az oldalt? És megérte elolvasni azt az oldalt. Ez Igazából ez egy, akkor nem tudtam nagyon kölyökként, de most már nyilván tudom, hogy ez egy ilyen szombat reggeli félórás 20-22 perces ilyen élőszereplős sorozat volt, a, nem valamelyik amerikai hálózaton. Ilyen ifjúsági kölyköknek szóló blogban, egy évad, ennyi. Szóval annyi is van benne, de nagyon tetszett, hogy ilyen páncéljuk volt, és akkor így, így oda rakták így a kezüket a ilyen jelre, és akkor mondták, hogy páncélt fel. Megjelent a páncél ilyen elektromos páncél volt, energiapáncél. Mindegy, ez így nagyon tetszett, beszipantott, és akkor így az kifi az így, onnantól kezdve, ami, ami kifi volt, mindegy, nem is tudtam, hogy mi, de, de azt úgy akartam látni, meg milyenek, és akkor ez így, így indult, én elsősorban mai napig is csak skifit, meg horrort nézek, és horrorból is csak azt, ami ilyen paranormális, úgyhogy... De olyan nagyobb, nagyobb, filmek vagy sorozatok, hát rám igazából ilyen nagy hatás gyakoroló sorozat, mondjuk az elnök emberei, az biztos ez, az volt, főleg még az Aaron Sorkin féle, és ha már Aaron Sorkin, akkor nekem a Studio 60, azt hiszem ez volt a címe, amiben tulajdonképpen a Saturday Night Live egy ilyen alternatív Saturday Night Live-ot látunk sorozat formájában, illetve a, a híradósok a The Newsroom, és nagyon az, az kifejezetten egy, egy jó sorozat volt. De szerintem hosszan sorolhatnám. Bocsánat, én még nem tartanám magam teljesen önazonosnak, hogyha, és kognitív diszonancia ébredne bennem, hogyha, hogyha, nem mondanám a South Parkot. Tehát az, hogy én a világot hogy látom, meg hogy tudok röhögni azon, hogy mik történnek a világon, az nagyban köszönhető annak, hogy amikor gimibe jártam, meg előtte. Tehát egy kb. Akkor, amikor így, akkoriban 97 környékén azt hiszem valahogy így indult a South Park, ami most már nem nézem amúgy, de, de ott aztán tényleg nagyon sok éven keresztül az. az Szerintem ezzel az 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 sokan voltunk rá. így akkor Hát persze, így igen, világos. Tehát egy generációs. Ez Absz hát abszolút, egy, abszolút új dolog volt, hogy ez, ez senki nem hitte, hogy ilyen létezhet, és akkor kiderült, hogy igen. Na hogy ráfügtünk. Hát így van. Miklós, te ugye kutató vagy, fizikus, vagy nem tudom, ezt majd te pontosan körülírod, nem akarom én ezt így megmondani, de hogy ugye a filmekben sokszor látjuk, ugye, hogy egy, hogy néz ki egy fizikus, vagy egy kutató élete, de valójában neked hogy néz ki? Tehát mit csinálsz? Mondjak olyan hogy, filmet, ki, hogy ami ki a hasonlít az, dolgozik? az enyémre. Hát... nem, 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 nem filmet akarok, valóságot Valóságok. akarok. Valóságok. Tehát hát jó. Átkötöttem a filmet. Igen, értem, nem értem, hát. csak hogy azzal tudnám a leggyorsabban elintézni, hogy azt mondanám, hogy nálátjátok látjátok, az én napom az pont úgy néz ki, mint ennek, meg annak a... Jó, mondhatod, csak de nem ha valaki nem látta, segíts ezen, neki. Pont ja, jó, ezen okay. gondolkoztam, de nem tudok ilyet mondani, tehát, hogy igazából... A... Hát a fizikusnak az a dolga, hogy kutasson, persze, most az én esetemben ez konkrétan azt jelenti, hogy mivel én kísérleti fizikus vagyok, ezért ezért kísérleteket is végzek, de aki azt hiszi, hogy a kísérleti fizikus az folyamatosan a laborban kísérletezik, az, Na, az, erről beszélek, az nagyon távol áll akkor... a valóságtól, mert nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy, hogy, hogy csinálunk persze kísérleteket, van, hogy nagyon intenzív mérőkampányokban nyomulunk a laborban, ami amúgy, hogyha Magyarországon csináljuk a kísérleteket például, akkor az ugyanaz a labor, mint ahol a Parallaxis labornak a második évadjának az epizódjai készültek a Kármán Labor, aminek én vagyok a vezetője az eltén, és, és, és meg, van, meg, meg, van, néhány egyéb labor a világon, mert nem mindent lehet itt megcsinálni, és akkor van, hogy az ember Nem mindegyiket el... vezeti a Miklós. Nem mindegyiket vezeti a Miklós, hála Istennek. De például van, mit tudom én, van olyan, amihez kell egy 30 méter átmérőjű forgókád, és olyan például csak Franciaországban van, és akkor oda megyünk, és akkor ott van egy rohadt intenzív három hetes mérőkampány, de akkor utána aztán évekig szüttyögünk azokon az adatokon. Tehát onnantól kezdve, ahogy, amit kívülről lát az ember, az igazából nem nagyon különbözik attól, mint amit bármelyik, ettől a ponttól kezdve, az nem nagyon különbözik attól, mint amit bármelyik ilyen informatikust megfigyelve látna az ember. Mondjuk, hogy állat, igen, állatkertben lenne egy ilyen izé, hogy az informatikus, és akkor <laughs> természetes élőhelyén, és akkor be lehetne ott nézni, és akkor látnál a számítógép fölött görnyedő embereket, akik programoznak, meg cikket írnak, meg mit tudom én, micsoda és hát azért nagyjából így nézünk ki. De persze közben gond, van tábla, gondolkozni kell. A jó dolog a kötetlen munkaidő, de hát az csak részben teljesül, mert természetesen azért közben mi tanítunk is az egyetemen. Tehát ez azt jelenti, hogy kutat, kutatók vagyunk, igen, elsősorban és másodszorban, de azért el van várva, hogy <coughs> azért tanítani is kell, mégpedig nem is rosszul, tehát hogy minél jobban kéne tanítani, Ö, és, és hát ráadásul vannak szakdolgozók, doktorandusz, aki, akinek én vagyok a témavezetője, de hát ugyanezt elmondhatja magáról bármelyik másik kutató. Tehát, hogy nagyjából úgy kell elkezdeni, hogy van egy csomó konzultáció, meetingek, megbeszélések, mit kell csinálni, csináljuk. Néha van egy ilyen kis kísérletes pancsolás, de általában az az időnek csak egy pici részét tölti ki. Úgyhogy hát ilyesmik történnek. Igazából semmi olyan lehengerlően érdekes. A, a az nehézség az, és a feleségem is kutató, ő, ő nyelvész, és az a nehézség, hogy nem, a szép és a jó része is egyszerre, hogy az ember sose tudja letenni a munkát. Tehát nem az van, mint egy cégnél, hogy pénztáros vagyok a lidl -be, oké, hogy tök jó, hogy háromszor annyit keresnék eleve, mint most, mert utána lezárnám a kasszát, haza megyek, és, és, és minden rendben. Otthon nem kell gondolkodni azon, hogy igen, a Dulába hogy nem, lehet, holnap, nem lehet, nem lehet így van, és itt meg nem lehet nem hazavinni a munkát, mert csomószor van, hogy az ember leginkább éjszaka tud dolgozni, mert akkor van a leghosszabb olyan időszak, amikor egybe van nyugi. Az emberi agy, hogyha beindul, bekapcsolódik, mondjuk az ne kell nekem 40 perc, hogy úgy rendesen elérje az üzemi hőmérsékletet, és általában a hétköznap annál hosszabb idő úgy nincs is, hogy az embert meg ne szakítsa valami. Akár egy gyerek, hogyha otthon vagy, hogy apa, izé, nem tudom mi, vagy, vagy, akár a munkahelyen az, hogy bekopognak, hogy ezt írd alá, izé, órát kell tartani, tudom én. Tehát, hogy a, pedig igazából három óra dolgozás egyben, az sokkal többet ér, mint háromszor egy óra, szerintem ezt mindenki elmondhatja, és arra meg leginkább csak éjszaka van idő, úgyhogy csomószor vannak ilyen, amit mi otthon úgy hívunk, hogy kutatók éjszakáját tartunk alvás helyett akkor dolgozol. távozhatom maximálisan, mert a Miklós éjszaka tudja, hogy el lehet érni cseten. Igen, akkor zökkentesz ki a kutatásból. És akkor <laughs> hát pont ezt akartam, hogy meg is zavarod a az Azt hiszem, pont azt, azt fogod mondani a kizökkentésre, hogy vagy valami őrült ír egy csetüzenetet. Ja, <laughs> de nem, 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 természetesen van, hogy a paralaxisus dolgokat is akkor csinálom, persze, ez, ez, is benne van, persze. Említetted előbb Miklós, hogy a, 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 az oktatást, a tanítás, és szerinted a gyerekeinek, az unokáidnak lesz fizika tanára? Hát dolgozzunk rajta, hogy legyen. Tehát én most benne vagyok a fizika tanárképzésben. Tehát én tanítom például a jövő fizika tanárait. Ugye nyilván kevesen vannak, ez közismert probléma az országban, viszont akik vannak, azok nagyon elhivatottak és nagyon jók. Tehát én látom azt, hogy nagy tanár egyéniségek lesznek. Nagyon kevesen lesznek, remélem, de azok hogy ennek, legalább jók. Igen, de remélem, hogy ennek megfelelően nő majd a társadalmi elismertségük, nyilván az oktatás jellege is át fog alakulni, nyilván egyre több, más lesz a tanárnak a szerepe is, hiszen egyre jobb online oktatási anyagok vannak, másrészt azért remélem sose fogunk oda eljutni, pedig már majdnem eljutottunk oda, hogy, hogy, hogy mondjuk kivetítsék, amit tudom én a világ legjobb fizikatanárát és azt tartja az órát. Most egyrészt az tök jó, hogy a világ legjobb fizikatanára tartja az órát, mert az a világ legjobb fizikatanára. Másrészt azért a személyes élmény, ahogy azt Júlia nénére is, ha visszagondolunk, akkor azért az rohadt fontos, tehát ahogy ezt kéne kitalálni a jövőben, hogy ezt hogy lehet okosan összekapcsolni. Mert nyilván nem lehet, nem is lehet kihagyni ezt a lehetőséget, hogyha már fönt van a Youtube-on vagy akárhol, a világ legjobb, legérzékletesebb, legtehetségesebb fizikatanárainak a bemutató órája, akkor azt ne tegyük oda a gyerekek elé. Természetesen. Tehát ez, ez, egy, de ez egy, hiba ez lenne, de nem önmagában ez nem elég. Így van. A hallgatóknak egyébként úgy tűnik, hogy te mindig mindenre tudod a választ. Most ezt mondhatod, hogy ez így van. De mennyi ideig tart a felkészülés egy-egy paralaxisra vagy szokolébresztőre? Hú, hát ez a témától függ természetesen. Most a sokkolébresztőben szerencsére általában én választom a témákat, és akkor azt úgy választom meg, hogy tudjak róla beszélni. A van, hogy két, két óránál többet szerintem még sose készültem fel. Ami a műsoridő kétszerese a tehát, hogy, Tehát van olyan, amit, amivel eleve foglalkozom, vagy tudtam róla. Tehát én azért mindent összeolvastam az űrkutatásról már má abból a kortól kezdve, amikor. Ádámmal bandáztunk, azért nem is bandáztunk valójában, mely már 5 6 tól a súli után mentem át a Szabó Ervin könyvtárba fénymásolni az űrös könyveket orba szájba. Tehát én ott már egy kicsit ilyen izé virdó voltam szerintem, de a lényeg, hogy, a, hogy akkor még úgy ragadt minden az agyamba, és a többen máig lehet abból gazdálkodni. Most a Paralaxis Podcastnál ugye általában, sőt, az esetek 90 ában nem én határozom meg a témákat, vagy filmeket kell megnézni, hát Hát ugye eleve a filmet megnézed, még ha gyorsítva is nézed végig, ami nem ér, amit nem érdemes amúgy. Szóval eleve annyit minimum föl kell rá készülni, ameddig a film tart, mondjuk, optimális esetben, és aztán mondjuk mondjuk van, hogy olyasmiről kell tudni valamit, amivel életemben nem foglalkoztam, és közben meg nem szabad iszonyatosan nagy baromságot mondani. Tehát az elején még belefutottam nem egyszer olyan hibákba, hogy úgy éreztem, hogy nekem mindenről kell tudnom mondani valamit, ami gáz, mert nyilván nincsen ember, aki mindenhez ért, csak akkor elkezdtem mindent összeolvasni, de az még mindig nem volt teljesen jó és akkor mondtam hülyeséget. Ami azért annyira nem megengedhető az én helyzetemben, mert én tényleg annak ellenére, hogy magánemberként csinálunk mindent természetesen, de mégis lehet mondani majd, hogy hát az itt meg itt dolgozik, a fizikus és ilyen hülyeségeket beszél. Hogy az nyilván az, nem, az, az, az még mindig nehéz szétválasztani ezt a két dolgot. És akkor rá, rájöttem, ilyen biztonsági játékosabb kezdtem lenni, hogy, hogy hát egyszerűen oké, okay, lehet mondani erre, hogy erről nem tudok semmit, hogy az nem szégyen, Inkább az a szégyen, hogyha elkezdesz olyasmit mondani, ami ilyen fél fakad, és félreérted. És most igyekszem azt csinálni, hogy ez kevésbé forduljon elő. De akkor mondtál már ilyet egyébként? Szerintem mondtam, persze. Szólni. Igen, de volt egy csomószor olyan, hogy, hogy, hogy jót akartam mondani, csak egyszerűen nyelvbotlás miatt baromságot mondtam, és akkor ki se lehetett vágni például, és akkor az tök rossz volt például. Igen. Úgyhogy, ja, előfordul. Például emlékszem, hogy amikor nagyon felkészültem atomreaktorokból, meg atomizéből, meg atomizéből, amikor Hú, a Csernobil sorozatból. Arról majd beszélni kell mindenki. A Csernobil sorozatból Föl, igen. csináltunk adást egyszer, és az HBO-s Csernobil sorozatról, és akkor tökre felkészültem, és mindent elvastam, és tényleg azt hiszem, rengeteget készültem rá, sok órát, és aztán mégis nyelvbotlás miatt a baromságot mondtam, hogy hogy úgy reménykedtem, hogy basszus, remélem, hogy ezt itt az atomfizika tanszékről nem hallgatja senki. És persze azonnal tudtam utána, amikor visszahallgattam, és a szokolébresztőben is tök gyakran előfordul sajnos, hogy az ember, hogy én hülyességet mondok, amiről tudom, hogy tehát a, mit tudom én, 10 óra helyett 10 percet. Vagy... Tehát ilyen, ilyen nonsense dolgot, amiről természetesen tudom, hogy nem úgy van, csak téves kapcsolást csinál az agyam, és ez nagyon rossz. Tehát az élő adásban ez még inkább kiütközik. Ha már paralaxisról most szó esett, most inkább Ádám, talán ebben te vagy a kompetensebb, hogy most mennyi idősek is vagyunk, mert ugye most 5 évesek, vagy inkább 24, mert ugye az ős az 1999-es indulás, vagy a podcast változat 2018-as igazi start, a startja az igazi. Tulajdonképpen azért öt évesek vagyunk, szerintem ez egy teljesen más, az eredeti parallaxis felállásában is voltak változások az évek során, de az egy skifi és fantasy magazin volt, és a tudományt ugyan tartalmazott, de az, az tényleg csak nyomokban, és én szeretek úgy hivatkozni minden podcastünkre, a Parallaxisra is, hogy az azért egy alapvető, ez egy szórakoztató műsor, nem egy tudományos ismeretterjesztő, nem, nem a deltát hallgatják, tehát akkor akkor ez az, infotainment, nevű kifejezés, ez... Igaz is! Hapci Benő meglátogatta a stúdió. Készségedre váljék. Így van. Igen, köszönöm. Egy adag távozott, maradt még 25 millió. De mindjárt jön a következő. Ja, ez szuper. Maradjanak velünk, mert mindjárt tudok. Így van. Nem menjenek, ne menjenek messzire. Mindjárt, nem menjenek messzire, mindjárt püszkölök újjában. Szóval, mi volt a kérdés? Hát azt nem <laughs> tudom, de ja, azt tudom. Tehát a vágón most feladtuk egyébként a leckét, hogy most mennyi idősek vagyunk, hogy melyik, a, melyik, az igazi. Szóval szeretem úgy számolni, hogy ez az öt év az, amit ebben a szellemiségben eltöltöttünk. A tudományos ismeretterjesztés, vagy a tudomány iránti szeretet, az, az vezérel minket, vezérelt akkor is, és most is. Meg kell valamiket, egy főszekrető helyettesként egy kicsit durván álnaív kérdés, de fel kell tennem, hogy hogyan születnek a témák, a filmcímek, amiről beszélgetni fogtok. Hát ezt Miklós már elmondta, hogy nem sok beleszólása van a parallaxisban feltűnő címek tekintetében. Ez így van, én találom ki. Nyilván azért valamennyire egyeztetünk olyan értelemben, hogyha most azt mondaná, tehát tudom, hogy a Da Vinci kódról nem csinálhatunk műsort, tehát azt nyilván nem találom ki, hogy arról csináljunk műsort, de tudom azt, hogy mit semmiképpen nem szeretne a csapat, és akkor ezt így figyelembe tartom. A parallax is én igazából közlem a srácokkal így kb. egy ilyen évre, másfél évre előre, látjuk azt, hogy milyen filmcímeket melyik adásban akarunk kibeszélni, és akkor a Miklós mondani akarsz valamit? Nem. Én, ja, azt hiszem, én, bocsánat, nem. Igen. én? lapulok, mint szarafűben. És akkor ők ezzel alkalmazkodnak a szerencsétlenek velem, nagyon tudnak más tenni, ugye hát az elsősorban, hát ez a Miklós érinti, meg főleg, mert ő minden adásban benne van, a... Igen, de ez egyébként slátszott. egy személytség, mert van egy csomó ilyen űrös film, meg ilyen fizika, meg itt és akkor mindig az van, hogy, hogy és akkor mindig megkapom teljesen jogosan a kritikát, ami engem is rohadtul zavar, hogy, és meg is születnek a statisztikai adatok, hogy az idő 60 ában már megint Miklós beszélt, még a másik két csávóra, vagy, vagy lányra esetleg, összesen jut 40. És akkor közben megnézitek, hogy hogy épül fel a műsor. Egy csomószor az van, hogy, 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 hogy direkt, hát én ehhez nem értek, kérdezzük meg Miklóst. Tehát, hogy, hogy általában mindig ez van, és pedig én, én a szokorébresztőben is azt élvezem a legjobban, amikor van vendég, és én tudok kérdezni. De hát, na mindegy a Vájtszem esetében viszont úgy beszéljük meg a filmeket, hogy én elszállítok egy listát, azt bedobom a közösbe, és akkor ott a műsorvezetők lecsapnak, megírják, hogy melyik ők melyikbe szeretnének benne lenni, és akkor nyilván ugye három műsorvezetős felállásokban dolgozunk, tehát ha mondjuk négyen vagy öten jelentkeznek, akkor megnézem, hogy, hogy, a legjobb összeállítás, és akkor úgy kerülnek bele. Ha meg kevesebb, valamiért csak két ember van, akkor vagy valakit megpróbálok megkérni és átmozgatni abban a műsorban is, vagy pedig vannak Joker műsorvezető kollégáik itt a Parallaxisban, akik viszonylag szívesen beugranak bármilyen műsorba, ha nagyobb és akkor így össze lehet hozni. A többi, hát meg evidens, a kalábóba egymás után jönnek a részek. I igazából viszonylag a Parallax is az igyekszik egy demokratikus álláspontot képviselni a műsorszerkesztés összetételében, és figyelembe veszem, hogy a műsorvezetők, kollégák milyen filmekről szeretnének beszélni, vagy ők maguk mik ajánl mit ajánlanak, mert azért a parallax esetében is ö, előfordulnak olyan filmek, a Looper rég olyan volt, amit a, a Norbi akart kibeszélni, a Deja Vu is olyan lesz majd, és a Gézánál is volt ö, olyan filmek, voltak olyan filmek, hát meg az lesznek Dopen is High olyan mert filmek. igazából mindenki ki akarta beszélni, tehát ezt függetlenül is kitaláltuk. Hogy tehát az... van, hogy néha azért egyezik az akarata. Hát a általában a azért egyezik, csak a legtöbbünk nem nem teszi bele azt a mentális energiát, mint Ádám, hogy egyáltalán gondolkozzon rajta, hogy mi legyen a téma. Úgyhogy én tökre örülök, hogy legalább ez készen elém van rakva, mert elég nekem a szokolébresztőt kitalálni két te hogy miről legyen szó. Úgyhogy az ennek az tökre a olyan szempontból, hogy mit kell csinálni? Igen, szem. ennek tökre örülök. Azért néha az élet néhány területén én ezt igénylem, hogy, hogy, hogy ne kelljen mindig nekem gondolkozni, hanem mondják meg. Van nekem elég terület az életemben, ahol gondolkozni kell, meg döntéseket hozni, és tökre örülök, hogy nem minden ilyen. Ezért is szeretem, azért vagyok itt elsősorban a haverságon meg a jó hangulaton túl, mert én ezt egy küldetésnek tekintem, ezt a kapudrogot a tudományhoz, ahogy szoktam hívni, az ismeret terjesztést úgy általában. Én baromira sokkallom egyébként, tehát én igazából tökre örülnék, hogyha kevesebbet kéne nekem beszélnem, de alapjában, tehát például az, hogy minden adásban ott vagyok, mondja Ádám, hogy, hogy hát ez tök jó, meg minden, de hát azért igazából én tökre örülnék, hogy mondta Ádám, hogy tök jó lenne, ha lenne még néhány kutató a csapatban, aki ki tudna engem váltani, hát ez tök jó lenne. De alapjában véve én azt egy fontos küldetésnek tekintem tényleg, és nem a maga mutogatás miatt, hanem esküszöm, hogy komolyan, hogy, hogy itt tudományos ismeretterjesztés. És én azt hiszem, hogy, hogy itt ez, ez egy olyan ügy, ami mentén lehet és kell együttműködni, és ezt például meg is teszem. Tehát természetesen vannak személyes konfliktusok, vannak kenyértörések, van, hogy valaki külön folytatja az útját, de például a parallaxisból nem ment még el úgy műsorvezető, hogy én speciál rosszban lennék vele. Általában mindenki engem utál, mondjuk ki. Semmi gond. Jó, hát én nem tudom, mit én nem mit utálnak mások, vagy hogy, én ezt nem tudom, de azt tudom, hogy nekem aktív ...nak mondható. Tehát, szóval, szóval őszintén szólva nem kell azért itt ilyen horribilis drámákra gondolni, csak azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy ez nem úgy van, hogy, hogy fú, basszus, örihari, meg minden izé. Szerintem ez teljesen normális dolog, hogy valaki úgy gondolják, hogy hát basszus, inkább csináljuk ezt máshol. Csá. De nem, nem, ott az sem üvöltözve elvállás volt feltétlenül, vagy ilyesmi, szóval nem. Tehát nem, nem mentünk le ilyen Mónika show szintekre egy ilyesmikre, úgyhogy szerintem mind a mai napig szerintem ez egy tök fontos dolog, hogy azok az emberek, akik valamilyen formában tudományos ismertere terjesztést csinálnak szórakoztatással együtt, azok, azok, tudjanak egymástól. Nem, ez nem jelenti, hogy napról napra együtt kell dolgozni, minden, de szerintem ez egy jó dolog alapjában véve, és szerintem a parallax is, is profitál belőle, szerintem. Szóval szerintem ez egy jó dolog. És mivel hogy már említettétek, több, említettétek többször, meg hát nyilván mindenki tudja is, hogy ugye Miklós, te minden Parallaxis podcastben szerepelsz, még Ádám nem annyira, hogy ezért is téged kérdezek, Miklós, hogy melyik volt számodra a, legfon, a legfontosabb interjú a Parallaxisban? Interjú? Ja, az jó, oké, ezt már egyszer megválaszoltam, és az azóta se változott. Mert igazából, az ké... igazából a legjobb, hát, ez, az... nagyon, nem, de igazából nem nagyon tudom. Tehát a leg, nagyon, igen, Na jó pont? van! Oké, okay. azt gondoltam egyszer, és mondtam is múltkor, amikor, amikor valamit ünnepeltünk, nem tudom mit... Mit ünnepeltünk? Valami az öt éves szőnapi videót csináltuk az, szerintem. Így abban. van, az öt éves szőjénapi videót csináltunk, elhangzott ez a kérdés, és akkor azt mondtam, hogy az volt a legjobb, amikor a DJ-vel csináltam beszélgetést, aki egy volt tanárom volt itt az egyetemen, és hát nagyon tisztelem, meg szerintem az egyik legnagyobb magyar ismeretterjesztőnek tartom, és hát nem csak én, hanem a YouTube népe is egyértelműen, ilyen nézettségi adatok alapján, tehát így kb. Vitán felül a kérdés, hogy a mai élő magyar ismeretterjesztők közül a legnagyobb nézettséget mindez idáig a dj az előadásai produkálták úgy összesen, kumulatívan. Nem az, hogy egy konkrét előadás, hanem hogyha összeadott, hogy a DJ-nek az atomcsilles előadásait, meg egyebeit hányan látták összesen, akkor bár vannak fantasztikus emberek, de hát a DJ-nek nyilván több éves előnye van a dologban, ez ezt tegyük hozzá. De a lényeg az, hogy azért egyértelműen ő a dolgot, de közben egyébként ő egy tényleg egy zseniális ember, és tök jó volt vele beszélgetni, meg mindig jó vele beszélgetni, de jó volt, hogy ezt egy podcast keretében is meg tudtuk csinálni. De hát azért nagyon, tehát még mindig ezt tenném az a személyes érintettség miatt, de hát azért az, hogy, hogy tényleg a Brian schmidt tel vagy a, hát egy gyerekkori álmom volt ilyen hosszan beszélgetni a gyapolló űrhajóssal, és ez mind megtörténhetett például. Szóval ezek olyan dolgok, amik, amikhez magamtól nem vettem volna az energiát, vagy minden. Most, hogy még végére egy kis Ádám simogató kérdés, mert mindig kell, hogy legyen egy kis Ádám benne, mert az biztos, hogy benne marad. Igen. Megkönnyeztem. Nem marad más, hát meg kell tőled kérdeznem, hogy ez a, annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá a szöveg, ez honnan jött? Valamikor a 2000-es években, az elején, korai években volt egy rádiót népszerűsítő reklám több rádióadón, ahol Különböző ilyen akkori sztárok, celebek, akárkik beszélget, beszéltek arról, hogy mit szeret, jelent számukra a rádiózás. És ha jól emlékszem, akkor soha maga mondta azt, mert lehet, hogy nem ő, de valamiért úgy emlékszem, hogy ő, hogy a rádió annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. És ez nekem annyira, tökélet, annyira megtetszett, hogy így gondoltam, hogy ellopom, és annak kezdve a pararádióban, akkor a pararádióban dolgoztam, mondogatni fogom, ugye csináltuk a Parallax és más műsort is, és akkor ez ilyen elköszönésem, ilyen catchphrase lesz, és hát tulajdonképpen azóta ez megmaradt, később más rádióban is mindig mondtam, vannak ilyen klasszikus régi amerikai DJ-knek, tehát a, nem azoknak a DJ-knek, akiket klubokban látsz, nem úgy értem, hanem régen az amerikai rádiókban DJ-nek hívták azt, aki ott fölrakta a lemezt, és akkor közben bele beszélt a, a mikrofonba. szóval, hogy nekik is voltak ilyen jellemzői, vagy jellegzetességei, és akkor gondoltam, hogy nekem is legyen. Ez így nagyon megtetszett, és akkor így mondogatni kezdtem, és most is itt a Parallaxis Univerzumban és minden leadert halára szekálok, hogy legyen saját elköszönésem. De, De, én nem tudtam, én azt hittem, hogy ez a műsorhoz tartozik, és ezért néha mi is bemondtuk, pedig ez ezek szerint Ádámhoz tartozik. Ez Ádám kecsfréze, igen. Úgyhogy akkor jó van. És Na. akkor nem is, fogsz nem is fogsz leszokni róla? Marad? Idáig azt gondoltam, hogy hogy talán a századik parallaxisban mondom el utoljára, de most, ja, de hallottunk igen ilyen. de most az utóbbi napokban olyan életesemények történtek velem, ahol miatt már nem biztos, hogy ez így lesz, lehet, hogy még tovább is mondogatom. De hát legyen ez meglepetés a januári adásokban szerintem a kedves hallgatók számára, hogy lesz -e új kecfrés, vagy lehet, hogy ezt egy kicsit lecserélem, mondjuk jövőre, és minden, minden általam vezetett adásban, valami mást mondok, aztán visszatérek rá, vannak ilyenek a. Hú, de Én nagyon köszönöm nekik ezt a beszélgetést beszélgetést. Azt kérdezném még, hogy esetleg valamit szeretnétek-e még megosztani, egy élményt, egy gondolatot, akár egy új catchphrase vagy bármit, ami... Az összes gondolatomat belehánytam már az éterbe. Tehát az, össze, az, ö, az összes gondolatbombont előttétek akkor. <laughs> Én szerintem most eléggé felszoktuk magunkat egy, a következő ez, volt a cél, éve, ez vagy egy cél. évig. Okay. Úgyhogy, de hát ünneplünk, tehát hogy azért ez a műsor azért készült el, még egyszer, mert ugye öt éve vagyunk itt a Parallax és Univerzum, ugye februárban, február elsőjén lettünk volna, vagy voltunk öt évesek. Fura az élet, mert mindig, mindig ezeket a nosztalgiázásokat valahogy tömbösítve kapjuk minden évben. Most is, ahogy Miklós mondta, megyünk a kemény mag találkozóra, a, ez a műsor felvételhez képest másnap, és hát ugye olyankor azért mennek, mennek a nosztalgiá, nosztalgiázások, meg az alkoholfogyasztás is, bár én nem iszom. Tehát kizárásos alapon a többiek. <laughs> Én köszönöm nektek a, ezt a kiadós tartalmas beszélgetést. Nektek pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Időhurok a századi Paralaxis podcastben, tehát december 21-én egy különleges, kétórás ünnepi epizódban. Magam van is szemben. Van... van, szemben. Ha a 20... 21-én. 1-én. Egyes vadottak, én még nem voltam a saját műsorainkban úgy, hogy nem leader voltam. Elvetted a szüzességem, Gergő. Uh, Na jó, menjünk, menjünk, köszönjük, a Miklós elalszik. Pedig megkávéztattuk. <laughs> nem, 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 igazából csak kifüstölt az agyam, de amúgy oké. Okay. Magam és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmet, és ne feledjétek, hogy a hiba üzenetek azért vannak, hogy elolvassuk őket. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.